Magyarország szabadságáért, függetlenségéért és fennmaradásáért küzdött hazafiak emlékünnepe május utolsó vasárnapja. Azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezünk, akik az életüket áldozták Magyarországért. Városunkban több helyszínen, így az izraelita temetőben is a hősökre emlékeztek néma koszorú elhelyezéssel pénteken. A sírkertben Földi Zoltán önkormányzati képviselő és Vilmek Tibor, a Fejérvár megyei közgyűlés alelnöke helyezték el az emlékezés virágait. Ezt követően Vilmek Tibor mellett Szigli István önkormányzati képviselő a Rácz temetőben, majd Kovács Zsoltné önkormányzati képviselő a Hosszú temetőben, Dancs Norbert a Fejérvár megyei kormányhivatal Székesfehérvári járási hivatalának hivatalvezetője a Sárkeresztúri úti Szentlélek temetőben, majd a repülős és ejtőernyős emlékműnél Viza Attila közbiztonsági tanácsnok és Brájer Éva önkormányzati képviselő emlékeztek meg a hősökről.